Hát akkor, ha elkezdjük, nem baj, ugye? Jó, még egy kérdésem van. Aztán tényleg nyugodtan lehet nem elválaszolni. A múltkor ugye föltettem a videót, amit a konferen ezt a videó megbeszélése este a honlapra, nem tudom, látta-e valaki. A Lesson 1-nek a végére oda tettem a magyarázatot, hogy nem egy nagy munka, de megvágtam úgy, hogy senki ne szerepeljen rajta, mert hát ez beleegyezéseteket kell adni, hogy zavar valakit, hogyha nem vágom meg, és úgy tesszük föl? Most erre próbálja valaki azt mondani, hogy igen, de valójában Válaszoltunk, nem jó, veszünk szerintem föl. két perces munka egyébként, csak az egy kicsit egyszerűbb, hogyha ha, de ha valaki szól, akkor kivágom, tehát mert valójában na, akkor én azt gondolom, hogy akkor elkezdenénk a dolgot. Ugye a menet az, aki itt volt 3 hete, az tudja, hogy nagyjából eseteket beszélünk meg. Tehát ez egy látható a videó? Látjátok? Igen. Jó, oké. Tehát ez egy bal pajzsmirigy lebeny, ugye itt van a visszamegyek, hogy a mindenkinek, aki elejénnyel világos legyen, ugye innen tudjuk, hogy ez a karotisz, ez a trahea, ugye itt van a pajzsmirigy. Ugye az ehogenitásról szólna ez a mai megbeszélés, ez egy nagyjából normál ehoszerkezetű pajzsmirigy, van benne két darab göbös elváltozás. Most nem akarom megállítani, mert most végignézzük a videót, ugye ez a hosszmetszet, erre van a betegnek a feje, erre a lába, itt van az egyik göb, itt a másik göb. Jó, ez volt a alapvideó, most megnézzük ugyanezt. Látjátok a videót? Ahó, Igen. jó, oké. Jó, tehát elindítom még egyszer. Tehát itt hosszmetszetben vagyunk, és akkor itt megállítom. Tehát a kérésnek megfelelően ez a magyarázat. Ugye valójában az ehogenitás megállapításánál két referencia. Még egyszer? Jó, akkor mondom. Tehát ugye, ha valami nem stimmel, szóljatok. Tehát az ehogenitás megállapításánál két referencia szövetünk van, az egyik a pajzsmirigynek a normál szövete, illetve ha pontosan fogalmazok, akkor az extra noduláris szövete, aminek még lesz jelentősége, hogy ez a megfogalmazás mit jelent. Tehát ez jelenteni az ehonormál, vagy izoehogént, és a pajzsmirigy előtt futó izomzat, a sternocleidomastoideusnak valamelyik ága, ez amit strap muscle-nek mondanak, ez meg a kifejezetten ehoszegénynek a referencia pontja. Ha az ehogenitás ennél világosabb, akkor hiperehogén göbről beszélünk, ha ennél az alapszerkezetnél sötétebb, akkor ehoszegényről. Na most itt ezen az ábrán jól lehet látni a kétféle ehoszegénység közti különbséget, mert a guideline-oknak egy jelentős része, illetve mindegyike megkülönböztetni az enyhén vagy mérsékelten ehoszegényt, aminek a sötétsége a normál és a strap muscle között van. Tehát gyakorlatilag ez egy enyhén mérsékelten ehoszegény göb, ha megnézzük, akkor ennél sötétebb, ennél meg világosabb. Ez meg egy kifejezetten ehoszegény göb, aminek meg az a definíciója, hogy sötétebb, mint a pajzsmirigy előtt futó izomszövet. Tehát gyakorlatilag ugye alapesetben izoehogén, súlyosan hiporehogén, vagy deep hipoegén, vagy nagyon hipoehogén, ez a két referencia szövetünk, és ehhez kell viszonyítani a göböknek az ehogenitását. Na most ez egyébként nagyon kevés olyan helyünk van a gyanús jeleknél, ahol rendelkezünk biológiai standarddal. Itt sem rendelkezünk biológiai standarddal, de legalább ez mérhető. Tehát gyakorlatilag nem egy bonyolult történet, elég sok útrangépen le lehet mérni a göböknél ezt a hisztogramot. Ha kívánjátok, majd előadás végén biztos jut rá, akkor mutatok egy egyszerű módot, hogy hogyan lehet ezt bármilyen módon lemérni. A hisztogram az azt jelenti, hogy nulla az a legsötétebb, az abszolút fekete, és a 255 az az abszolút fehér közt van a szürkességi szint. Ezt mondom, egy perces manőverrel le lehet mérni egy képfeldolgozó programon, vagy magán az útrangon is van, hogy megvan a beállítások között. Ez nem elvárás, hogy az ember ezt megcsinálja a vizsgálatnál, de a tanulásnál nagyon hasznos lehet, hogy az ember ezt azért időnként megnézi, hogy képbe legyen. Tehát itt körbekerítettem a strap muscle, tehát az izomzatot.
Ennek ugye, ha itt megnézitek, az átlag eugenitása vagy hisztrogam értéke az 29,8-as. Nagyjából ez e körül szokott lenni, 20 és 30 közt szokott lenni az izomzatnak ez a hisztogram értéke, tehát ugye a nullához viszonylag közel van, ez ennél az izomzatnál, jegyezzük meg, hogy 29-es. Ha megyünk tovább a videón, akkor ez pedig a kifejezetten EHO szegény göbünk, ennek meg 19-es a hisztogram értéke, tehát feketébb, mint ez. Sokszor a szabad szemmel nem feltétlen evidens, hogy melyik a feketébb, vagy melyik a nem feketébb. Ez nyilván egy viszonylag kis különbséget jelent, hogy egy 29 helyett egy 19-es, hogyha megnézitek, hogy ez körülbelül egy 70-es értékű, ez a éjpajzsnyi szövet, tehát a 19 meg a 29 között kisebb a különbség. Ezért érdemes egyébként sötét helyen vizsgálni, mert ugye az egész ultrahangnak, még a nem göbös pajzsmidnél is a vizsgálatnak az alapja az, hogy a szürkességi szintek között próbálunk különbséget tenni. Tehát ugye 29-es volt az izomzat, ez 19-es, ez egy kifejezetten EHO szegény göb, és akkor ha megyünk tovább, akkor le tudjuk mérni a másik göbnek az eugenitását, ez a picike, ennek meg 37-es. Tehát ugye a 27-esnél, az izomzatnál ez egy világosabb göb. Tehát gyakorlatilag ennyi ennek a hisztogram analízisnek a lényege. Mondom, abszolút nem elvárás, bár ha belegondolunk, hogy majd látni fogjuk, hogy a tiracok, amelyik különbséget tesz a kifejezetten EHO szegény meg a nem EHO szegény között, gyakorlatilag egy igen nem választhatja el, hogy ez egy egységgel ennél sötétebb göbet látunk-e vagy sem, hogy indokolta a citrogé vagy sem. Azt gondolom, ez azért túlmegy az ultrahangnak a lehetőségén, de valójában az előírás szerint ennél egy kicsit sötétebb göb sokszor citrogindikáció, és ennél egy hangyányit is világosabb göb, meg nem citrogindikáció, tehát azért ennek a dolognak, ha komolyan veszük a tiracokat, mégiscsak van valami jelentősége. Tehát gyakorlatilag ez volt az első eset. Nem tudom, érthető volt-e, amit most mondtam? Egyáltalán itt vagytok még? Abszolút. Jó, oké, mert sem, nem hallottam semmit. Valami kérdés ezzel kapcsolatban? Bocsánat? Kérdés van? Abszolút. Nincs kérdés, jó.